Ezen a helyszínen a Nyíregyházi Ipari Park területén épül a WScope első európai gyára. A dél-koreai cég tavaly az év befektetője címet is elnyerte hazánkban, mivel a 300 milliárd forintos beruházással 1200 munkahelyet teremtenek a térségben. A vállalat akkumulátor tartozékot gyárt majd 2024-től. A német Boisen cég is a vármegyeszékhelyen épít új üzemet. A 60 milliárdos beruházás 400 új munkahelyet hoz létre. A nyíregyházi önkormányzat 2019 év végén indította komplex gazdaságfejlesztési programját. Kovács Ferenc polgármester azt hangsúlyozta, az eltelt 3,5 év eredménye, hogy az ipari park 130 hektáros területéhez további 640 hektárnyit vásárol a városvezetés. A két nagyszabású beruházás mellett pedig három befektetővel már előre haladott tárgyalások zajlanak. Hozzátette, 2020-ban az év ipari parkja lett a nyíregyházi, amely jelenleg is hazánk egyik legpiacképesebb befektetési övezete. A legtöbb előkészített szabad terület van, több mint 500 hektár, nagyon jó logisztikai adottsággal, ugye autópálya mindkét oldalán, ott van a négyesnek a Nyíregyháza-Debrecen közötti 2x2 sávos fejlesztése folyamatban van, tervezés megy, nyomvonal kijelölés is első körben megtörtént. Ugye a vasútfejlesztés is, a 160 kilométeres Debrecen-Nyíregyháza köztervezési szakban van, és hát azért az M3-asnak is már a kiigazítása, amivel még könnyebben el lehet érni a két várost, Debrecen-Nyíregyháza közt az utat megtenni, az is megy. A polgármester elmondta, januárban elindult az ipari park komplex tervezése. A cél, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a legpiacképesebb ipari park legyen a nyíregyházi. Ebben a kormány is jelentős segítséget nyújt. A Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA vezérigazgatója arról beszélt, a Nyíregyházán működő nagyobb cégekkel, kihívásokról, fejlesztési terveikről korábban egyeztetett a HIPA. Az ügynökség feladata ugyanis nem csak a külföldi befektetők ösztönzése, hanem a helyi vállalatok működésének segítése is. 2014-et követően mindösszesen közel 100 projektet támogattunk itt a vármegyében, összesen 300 milliárd forint értékű befektetés valósul meg a HIPA támogatásával, amelyhez közel 80 milliárd forintnyi támogatási forrást nyújtunk, és mindez nem csak új munkahelyek létrehozásához járul hozzá, hanem a meglévő munkahelyeknek a megtartásához is. Az is elhangzott, a kormány egyik fontos célkitűzése Nyíregyháza és térsége fejlesztése. Ennek része az is, hogy a későbbiekben is támogatja az ipari park teljes infrastruktúrájának kiépítését.